Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi fontos most számodra? Mit kellene tudnod? Itt ezen a képen láthatóak a kereskedelmi kapcsolatok. Lehet, hogy most üzletelsz valakivel, de ez a kép jelentheti a te munkahelyedet is. Itt van a munkahelyen a hamisság, és ez szomorít téged. Szerencsére megjelenik a tolvaj, és ez a tolvaj eltávolítja a hamisságot, ez a tolvaj eltávolítja ezt a szomorúságot, és akkor meg lesznek itt a kapcsolatok, vagy javul a helyzet az üzleti ügyeket illetően, az anyagiakat illetően, vagy a munkádat illetően is. Persze, amit itt a kártyák még jelenthetnek, hogy itt tényleg lopásról van szó, itt van a tolvaj, és itt lesz veszteség, ami az anyagiakat illeti, és látható a hamisság, mert valaki megpróbál becsapni téged, és pontosan ez, ami elszomorít. És hogyan tovább a következő lépés? Itt látható egy szerelmes nő, egy szerelmes levél, itt van a barátság és a hűség is. Ez a férfi közeledik hozzád, kimutatja az érzelmeit. Ez a szerelmes levél jelentheti azt is, hogy valami jó közeledik hozzád, amit kedvelsz, amit szeretsz, és az megmarad melletted, hiszen itt látható a hűség, és ez a kártya jelenthet utazásokat, külföldi kapcsolatokat, itt előre mennek az események, van mozgás, az lehet sport vagy autó is. És mi fontos, amit tudnod kellene, itt látható ez a gyermek utal az ártatlanságra, a te ártatlanságodra vagy az ő ártatlanságára. Ez a gyermek jelenthet természetesen gyermekeket is, vagy egy kisbaba születését, de amit ez a kép még szimbolizál, ez egy új kezdet. Munkahelyi változások, vagy költözködés, vagy egy új kapcsolat, vagy újdonságok a szerelmi élet területén, hiszen ez a férfi közeledik hozzád, és itt látható ez a szerelmes levél. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!